Én élvezem minden pillanatát a meccseknek és az edzéseknek is. Napról napra jobb akarok lenni, és mérkőzéseken meg jó játszani és nyerni. Akik beszálltak, én úgy gondolom, hogy teljesen beilleszkedtek. Szerintem most már mindenki megtanulta a figurákat védekezésben, hogy a Gábor mit kér támadásban. Úgyhogy szerintem jól állnak, jól is érzik magukat, úgyhogy minden rendben. Alig, hogy elkezdődik a bajnokság, szeptemberben válogatott hét lesz, ami azért is fontos, mert a világbajnokságra gyakorlatilag egyetlen lehetősége van a nemzeti válogatottaknak, és ezt nekünk maximálisan tiszteletbe kell tartani. EHF nap, hivatalos EHF nap, el kell engednünk a játékosokat. November közepén gyakorlatilag vége lesz a BL első körének, amit én azt gondolom, hogy kötelezően maximális pontszámmal kell hoznunk, és utána gyakorlatilag több mint egy hónapig nem látjuk a játékosainkat. Na most ezen egy hónap alatt nem az történik, hogy üdülnek, hanem egy kéthetes kemény felkészülés után gyakorlatilag két hét alatt játszanak 5-6-8 mérkőzést, attól függően, hogy kinek mennyi jut a világbajnokságon. Majd visszajönnek és rögtön egy rangadóval folytatjuk a Fradi ellen. Januártól már előre láthatóan 7 mérkőzésünk van január, február, márciusban, amit tetőz az, hogy március-április környékén, amikor az két EHF hét lesz egymás után, egy az olimpiai pótkvalifikáció, egy pedig a Európa-bajnoki kvalifikáció tekintetében. Tehát két hét úgy fog kiesni, hogy a következő hétvégén már Final Four-ba való negyeddöntő mérkőzést kell játszani. Tehát eszméletlen lesz ez a szezon. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni a lányoknak az, hogy nálunk kezdő vagy csere, ez ilyen nem létezik, egyformán fontos mindenki. A fontos az, hogy aki amikor a pályán van, akkor produkáljon, és lehet, hogy az az 5 perc fog hiányozni esetleg a végén, amit az illető játszott. És hogyha ez elfogadja és felfogja, akkor én azt gondolom nem lesz probléma, ez tavaly így volt.